Krisztus feltámadt. Valóban feltámadt. A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Ne aggodalmaskodjál, imádkozzunk. Mennyei Atyánk, ennek a hétnek az első hétköznap reggelén magasztalunk téged azért, hogy megtartottad az életünket. Hálások vagyunk, hogy tegnap a nyugalom napján elkezdődhetett az új hét. Bár újra nem mehettünk templomi istentiszteleten való részvételre, de köszönjük, hogy eljuttattad otthonainkba azt az üzenetet, amely által formálod az életünket, bátorítod, csügget dolgainkat és gondolatainkat. Kérünk, mennyei Atyánk, hogy indíts el bennünket a mai napra, a te ígéddel, engedd szent lelked által megérteni kijelentésedet, és közzétenni a mai napon azok között, az emberek között, akikkel találkozhatunk, vagy ahova útunk vezet. Drága Istenünk, szenteld meg a napunkat, árasz ki lelkedet, és tedd világossá a te ígédet. Jézus Krisztusért, a halál felett diadalt aratott Jézus Krisztusért, ő miatta kérünk, hallgass meg minket. Amen. Isten igéje szól hozzánk ma reggel, a mai napi új szövetségi ige szakaszból, Pál apostolnak az efézusi gyülekezethez írt levele harmadik részének az első versétől a 13-kal bezárólag. Ezért vagyok én, Pál, a Krisztus Jézus fogja értetek a pogányokért, ha ugyan hallottatok az Isten kegyelme megbízásáról, amely nekem adatott a ti javatokra. Amikor kijelentésével ismertette meg velem a titkot, ahogy előbb röviden megírtam. Ha elolvassátok, megtudhatjátok belőle, hogyan értem én a Krisztus titkát, amely más nemzedékek idején nem vált ismerté az emberek fiai előtt, úgy, ahogyan most kijelentette a szent apostolainak és prófétáinak a lélek által. Hogy tudniillik, a pogányok örökös társaink, velünk egy test és velünk együtt részesek az ígéretben is, Krisztus Jézusért az evangélium által. Ennek lettem szolgájává az Isten kegyelmének ajándékából, amelyben hatalmának ereje által részesített engem. Nekem minden szent között a legkisebbnek adatott az a kegyelem, hogy a pogányoknak hirdessem a Krisztus mérhetetlen gazdagságát, és hogy világossá tegyem mindenki előtt, mi ama titok megvalósulásának a rendje, amely el volt rejtve öröktől fogva Istenben, mindenek teremtőjében, és hogy ismerté legyen most az egyház által a mennyei fejedelemségek és hatalmasságok előtt az Isten sokféle bölcsessége. Ez felel meg örök végzésének,
amelyet megvalósított Krisztus Jézusban, a mi Urunkban. Ő benne van bátorságunk és szabad útunk bizalommal, a benne való hit által. Kérlek tehát titeket, ne csüggedjetek el az értetek szenvedett megpróbáltatásai miatt, hiszen számotokra dicsőség ez. Amen. A kisgyermekek életében van egy fontos időszak, amikor a gondolkodásukban kialakul az én tudat. Például, amikor a tükörbe néznek, a tükörbe nézés segítségével meglátnak valakit, és egyre inkább beazonosítják önmagukat a gyermekek, és egyre tisztábban látják, értik, és ki is mondják, ez én vagyok. Természetesen a későbbiek során is más módon, másfajta mértékben, talán visszafogottabban, de szükségünk van az életünkben a személyiségünk meghatározására, hogy hol tartunk, kik is vagyunk valójában. Nem is csak önmagunk miatt, hanem a családtagjaink, a munkatársaink, az iskolatársaink, a betegtársaink és a barátaink miatt. Pál apostolról megérthetjük az Efézusi levélben is, hogy egy nagyon komoly küldetésben van, mert az Úr Jézus végtelen hatalmát, szabadítását, az Isten nagy szeretetét kell meghirdetnie az emberek között. Ezt azonban a választott nép fiain túl messze menően sokféle Istent addig nem ismerő pogány emberek között is meg kell tennie. Ő a választottak közül érkezik, azt mondja, ott is otthon érzi magát, de a pogányok között sem idegen. Sőt, úgy látja, hogy a két csoport között a küldetése az, hogy hidat építsen. Ehhez látjuk a ma reggeli igényben, hogy feltétlenül fontosnak tartja önmaga beazonosítását, a saját maga én tudatának a megtisztítását és megfogalmazását. Megfogalmazza az önazonosság tudatát. Hogy ne legyen több, és ne legyen kevesebb annál, mint aki valójában. És azt tanulhatjuk meg tőle, hogy hogyan találja meg a valódi önmagát. Úgy, hogy az Isten színe elé áll, és felméri, hogy ő az Úr Jézus Krisztus szabadítása kegyelme által lett igazán valaki. Megkegyelmezett. Amiért ő hálás, és amitől ő alázatos. Tudja azt, hogy a pogányok és zsidók között nem az ő törékeny élete az igazi hit, hanem maga az élő Jézus Krisztus. Hogy kik is vagyunk valójában? Mi a küldetésünk ebben a világban? Megláthatjuk a mai igéből, hogy nem a származási papírok, nem a képesítéseinket igazoló dokumentumok, a mások által dicsérőleg elmondott képességeink adják meg az azonosságunkat helyes módon, hanem maga az Úr Jézus Krisztus, akiről nemrég hallottuk az ünnep napjaiban, hogy szenvedése halála által megváltott bennünket az örök életre. Akire nézve egyszer azt mondja Pál apostol, az Isten kegyelme által vagyok, ami vagyok. Hát így induljunk el ezen a reggelen, se többnek ne mutatkozzunk, se kevesebbnek ne látszadjunk, annál, mint akik az Úr akaratából, Jézus kegyelme által valójában vagyunk. Amen. Imádkozzunk. Micsoda nyugalmat ad a szívünkbe
az a tudat, hogy hozzád tartozunk, és a te szenvedésed, dicsőséges feltámadásod által keresztjének téged követők vagyunk, Úr Jézus. Kérünk, bocsáss meg, ha sokszor túlkapások jellemeznek bennünket, mert vagy túl értékeljük magunkat, engedjük túl értékeltetni magunkat mások által, és nagy diadalt veszünk, vagy alulbecsüljük magunkat, és leértékeljük a te nálunk elhelyezett drága kincsedet. Köszönjük az egyensúlyt, amelyet jelenlétedben kaphatunk ebben a csendességben és a napunk további részében. Imádkozunk szorgalomért a diákoknak, akiknek otthon kell tanulniuk, megérteni az újabb és újabb leckéket, elkészíteni a feladatokat. Kérünk az őket tanító pedagógusokért, akik nagy igyekezettel szintén otthonaikból adják az útmutatást a számukra. Imádkozunk a szülőkért, hogy legyen türelmük odaülni a gyermekek mellé, újra kezdeni egy-egy dolgot, amit nem sikerült pontosan megérteni. Könyörgünk ma reggel tovább és újra azokért, akik a járvány megállításában dolgoznak, betegeket gyógyítanak, betegeket ápolnak kórházakban és idősek otthonaiban. Drága Istenünk, adj nekik is jó egészséget és türelmet, odafigyelést ezekben a nehéz hetekben. Vigasztalásodért imádkozunk a gyászolóknak, erőért a gyengélkedőknek, és bátorításért a csüggedőknek. Hallgass meg imádságunkat Jézusért. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. A 487. ének 3. és 4. verseit énekeljük, Igaz utadra taníts. Igaz utadra taníts, hogy velem együtt járhassam, és türelemet taszíts, hogy kísérletben eljussam. Jó volt, hogy voltatsz meg engem, én édes Istenem, hogy a bűn családságát észrevegye mundogságát. Az igazt itt megtűzi, bennem Krisztus érti, növekedjetek a kegyelemben, és ami Urunknak, megtartó Krisztusunknak a megismerésében, övé a dicsőség most és örökkön örökké. Amen.